Üdvözletünk! A 30. héten is a rövid hírek kerekedtek felül, de azért kitérünk részletesebben is egy RTS, egy TPS, egy hack and slash, egy FPS és RPG stílusú anyagra is, úgyhogy ugorjunk is neki. Sokan feltételezték, hogy a Far Cry 3 főhőse Jason valójában a főgonosz Wes, és az egész harcot csak a saját elméje ellen vívja a trópusi paradicsomban. David Hay, a játék producere elmondta, hogy erről szó sincs, de a határok elmosódnak majd a jó, a rossz és a csúf között, szóval lesz itt nekünk érzelem és vívódás Dögivel. A Konami hamarosan Angliában nyitna új stúdiót, hogy a nyugati világot megismerve fejlesztett tökéletessé a Pro Evolution Soccer sorozatot. Mostanság a széria csak a FIFA árnyékában kullog, és ezt a tokiói cég már nem nézheti tétlenül. És hogy ki nyeri a következő fordulót? Pár év múlva okosabbak leszünk. Úgy tűnik, hogy valóban készül a PS3 szupervékony kiadása, amit az idei Gamescomon lepleztek volna le, de a Sony mégsem mutatja be az új masinát. Azok egyszerű, az olcsóbb új gép ártott volna a jövőbeni eladásoknak, ezért még várnak vele, hogy a végletekig felcsikázzák a potenciális vásárlókat. Mégsem törölték a Final Fantasy vs. 13-at, árult el Twitteren a Square Enix fejese. Nemrég elindult egy pletyka, miszerint a több mint 6 éve bejelentett játék fejlesztését lelőtték, de szerencsére erről szó sincs, azonban, hogy mikor kapunk valami kézzelfoghatót, azt még mindig homály fedi. Lehetséges, hogy lehúzhatja a rolót a Vatra Games. A tulajdonos ugyanis felülvizsgálatba kezdett a Silent Hill Downpour fejlesztőinél, és ha az eredmények, valamint a jövő kedvezőtlen képet festenek, akkor lehet, hogy utoljára hallottunk a srácokról. Kár lenne értük, és reméljük, hogy kilábolnak valahogy a slamasztikából. Mégsem lesz ott a GTA 5 az idei Gamescomon. A pletyka onnan indult, hogy a videó megosztóra felkerült a rendezvény promója, ahol is lehetett látni mozgó képeket a Sandbox Istenből. Tim Mendez a projektmenedzser szánya bánya, de ez bizony csak véletlen volt, és azóta már kivágták az ominózus jelenetet a trailerből. Újabb perrel rombolják Notch és a Mojang lelki világát. Ezúttal az az Anilok áll az ügy mögött, akinek kijelenthetjük, hogy ez a hobbija, mivel lassan már nem lesz olyan cég, aki ne ismerni a nevüket. Állítólag az androidos verzió megsérti az említett cég egyik szabadalmát, ami védelmet biztosít az adatkalózok ellen. Notch szerint az Anilok maga gonosz, és egy fityinget se fognak kapni tőle. A Gearbox bejelentette, hogy teljesen elkészültek a Borderlands 2-vel, úgyhogy ha csúszna a játék, az nem miattuk lesz. Azért a srácok sem ülnek a babérjaikon, hiszen a fennmaradó időben már a megjelenés utáni tartalmakra koncentrálnak. Hát, nem semmi munkamorállal bírnak, az egyszer biztos. Megvan az új első exkluzív címe, noha a konzol még meg sem jelent. A 2015-ben debütáló zombi apokalipszises Human Elements előzményeit üdvözölhetjük majd a kismasinán, ami a főjáték előtti történéseket meséli el epizódikus formában. Úgy látszik, hogy a zombik sosem mennek majd ki a divatból. Valaki véletlenül feltöltötte a Game Trailers-re az Assassin's Creed 3 multiplayer előzetesét. Esküdöznek, hogy nem direkt volt, de ha már így alakult, akkor nézzük, mi minden derül ki a kis illegális videóból, amit azóta természetesen már töröltek is. A legfontosabb újítás, hogy saját sztorival rendelkezik majd a multimóka, és a feladatokat a szintlépések segítségével nyithatjuk majd meg. Wolfpack néven megismerkedhetünk egy új játékmóddal, de természetesen a szokásos Wanted, Manhunt, Artifact Assault, Team Deathmatch, Capture the Flag 5-ös is várja a vállalkozó kedvűeket. A játék októberben érkezik az összes platformra, de idővel még Wii U-ra is ellátogat az indián bérgyilkos. A God of War Ascension direktora elmondta egy interjúban, hogy a főszereplő Kratos már túlságosan is durva és könyörtelen, úgyhogy kicsit visszább vesznek a brutalitásból. Reméljük, ez nem jelenti azt, hogy egy csillámpóni hátán lovagolva nyalókával kenegeti majd az ellent, de még lehet, hogy egy kevésbé drasztikus változtatásnak sem örülnének a rajongók. Ezúttal már a nőkkel is romantikusabbak leszünk, még akkor is, ha csesztetnek minket, elvégre is a hölgyeket nem szabad megütni. A céljuk ezzel mindaz, hogy a játékosok könnyebben tudjanak azonosulni Kratosszal, és megértsék a céljait, motivációit. Manapság már boldog-boldog talán a Kickstartert hívja segítségül, úgyhogy már meg sem lepődünk, hogy ezúttal Chris Allen, az Obsidian kreatív igazgatója állt elő egy újabb projekt ötletével. Mint elmondta, szívesen készítene egy új Planescape játékot, de az nem valószínű, hogy folytatás lenne. Remegve emlékszik vissza azokra az időkre, amikor a Dungeons & Dragons szabályrendszere miatt állandóan változtatni kellett a Tormenten, ezért inkább saját szabállyal alkotna valami igazán újat, aminek nem is lenne muszáj a már ismert világban játszódnia.
annó az első Company of Heroes-zal bizony szép sikereket értek el a Relic fejlesztői, de az előzetesek alapján a második epizód még jobbnak ígérkezik. A realisztikusság mindenek előtt. Akár ez is lehetne a srácok mottoja, hiszen a folytatásba beépítettek egy időjárási rendszert, ami a Coltech nevet kapta, és legalább annyira menő, mint amennyire annak hangzik. A sűrű zivatarok, a hóesés és a jég mind-mind befolyásolni fogják majd a csaták végkimenetelét. A hideg ellenfedezékbe kell húzódnunk, különben megfagynak a bakák, a befagyott folyón beszakadhat alattunk a jég, a hóban pedig csak araszolva haladhatunk, úgyhogy többször is érdemes lesz megfontolni a lépéseinket. A hidegre már nem kell sokat várnunk, hiszen jövő év elején már játszhatunk is a Company of Heroes 2-vel. A Project Adventurer úgy néz ki, hogy egy FPS-be öntött Uncharted lesz, egy kis Indiana Jones-szal megfűszerezve. Fősünk egy igazi kalandor, aki nem veti meg a kincseket, a fejtörőket és persze a jó adagnyi élő, illetve halott ellenfeleket sem. A történet egy ősi ereklye felkutatásával kezdődik, de ne aggódjunk, az ígéretek szerint nem lesz olyan egyszerű a dolgunk, mivel számos csavar igyekszik izgalomban tartani az egyszeri játékosokat. A grafikáról az Unreal Engine 3 gondoskodik, de az önjelölt Harrison Fordoknak még várniuk kell egy kicsit, hiszen a megjelenés csak jövőre várható. Meg is köszönöm gyorsan a figyelmeteket, mivel érkezünk hamarosan a 31. hét híreivel. Sziasztok!